Idén is lesz Saskabaré szilveszterkor itt az ATV-n. Felép többek között Gál Völgyi János, Markos György és Nádas György is. Sas József azt mondta, hogy aki ezt a műsort választja majd, az biztos, hogy vidáman búcsúztatja az évet. A művész híradónak elárulta, hogy jobban van, ezért nem tervezi, hogy visszavonul. És azt ünnepeljük, hogy megszűnt és nincs, ilyen először fordul elő. 50 évvel ezelőtt alapították a Mikroszkóp színpadot, 5 évvel ezelőtt viszont megszűnt. Ezért most szilveszterkor azt ünneplik meg, hogy már 50 éves lenne, ha létezne. A rendhagyó születésnapi műsorban és egyben az óév búcsúztatásában minden művész részt vesz, akiket a nézők eddig megszoktak. Aki él és mozog, Gál Völgyi kezdi, a Nádas lép fel, a Markos lép fel, a Forgás Gabi lép fel, a Nagy Bandó Andis lép fel, a Kokas Pirike énekel benne, de mindenki csak egy számot. Tehát átlagban kb. 7-8 percet. Úgyhogy nem tudom, mikor kezdődik a műsor, de biztos eltart éjfélig. Sas József azt mondta, hogy bár arról is lesz szó, hogy mi történt idén a közéletben. Többnyire a retron lesz a hangsúly. Szerinte ugyanis azt nagyon szereti a közönség. Bevezetőt mondok az elején, de utána mindenki csinálja a sajátját, amit hozott. Mi a Márton Pistivel, a tévérendezővel csak kiválogattuk azokat a részeket, ahol siker van, ahol tapsolnak, és azt hagytuk benne, de a legvégén csinálunk egy nagyon mai hadseksajót a Beregi Petivel, ami viszont máról szól. Hogy ez a jelenet miről szól, azt Sas József nem árult el. Annyit mondott csak, hogy szó lesz benne Orbán Viktorról és egy nagy találkozásról. De aki többet szeretne tudni, annak meg kell nézni a szilveszteri műsort. Nem vagyok egy puttalipa. Szeretném most még egyszer boldog új évet kívánni, nem csak a nézőinknek, minden csatorna nézőinek, de elsősorban az ATV-seknek. Sas József azt mondta, hogy most jobban van, ezért visszavonulásról nincs szó. A nézők továbbra is számíthatnak rá a színpadon.